Majkának az új dal a percek alatt befutott, és mi nem hagyhattuk ezt szó nélkül, nem szeretnénk lemaradni róla, és mivel nagyon közeleg az Aréna koncertünk, ugye február 10-én játszunk, szeretnénk a közönséget meglepni egy újdonsággal, és még január vége felé, vége közepe felé kihozzuk ezt az új klipet. Gyakorlatilag ez a Majka Mindenki Táncol klipjének a paródiája. Próbálunk nagyon hasonlítani az eredeti felvételekre. Hoztunk táncosokat is, hát mi is fogunk benne táncolni, mondjuk azt hagyjuk, a némi magyarázatra szorul, de szerintem a vágóasztalon ezeket a hibákat el lehet majd tüntetni. A mi dalunk egy-egyben Majkáról szól, gyakorlatilag arról, hogy minden műsorban ő szerepel. Lassan most már a főző műsoroktól kezdve a gyerekműsorokon át az időjárás jelentésig, de talán még a ékszer és Sámán tévéken is ő fog szerepelni, úgyhogy minden műsorba be fogjuk őt csempészni, és mindenféle szituációba fogjátok látni, és ott lesznek műsorvezető társa is mellette, például Tilla, és hát néhányan még, akit felismerünk, akinek sikerül a sminkje. Természetesen Majkát is megkerestük, hogy fogjuk készíteni ezt a klipet. Talán, ha sikerül rávennünk, egy-két mondat erejéig még ő is szerepelni fog a dalban. Hát a szöveg nagy részét azt a Tomi követte el, gyakorlatilag majdnem 100%-ra megírta, és az ötletek nagy részét pedig a rendezőnk Indián hozta. Rengeteg gegget próbáltunk belesűríteni, mert nálunk azért az a lényeg, nem hogy az eredeti teljesen megcsináljuk, hanem kicsit elvigyük egy másik irányba, legyenek benne poénok, és azért is van egy-két táncos nő közülünk is. Hát nem mondom, hogy szépek, viszont megbízhatóak. Ritkán foglalkozunk egy előadóval kétszer-háromszor, de mivel ez a dal most nagyon népszerű lett és nagyon sokan foglalkoznak vele, azt gondoltuk, hogy most újra időszerű, hogy esetleg egy Majka dalt megcsináljunk. Hát meg a többi zenekar mostanában nagyon csöndben volt, úgyhogy az is gondolkoztunk, hogy most Majkát újra kézbe vesszük. Természetesen ezt a dalt is elő fogjuk adni a nagy koncerten, február 10-en, és hát úgy lesz, hogy a régi számmal összekötve, lehet, hogy elárultam most egy kis titkot, de próbáljuk összedolgozni a két, ugye a Belehalok és ezt az új Mindenki Majka című Mindenki Táncol. Mindenki sztár volt, egyébként ez lesz a címe, a 90-es években Mindenki sztár volt, erről szól ez a dal.